Jó reggelt, felkelő nappal együtt én is mindenkit tisztelettel köszöntök. A Biciklis Parabola a Balatonra című túránk első napján, mondhatni indulásán, és hát ezt a túrát ilyen szempontból a matematikusoknak ajánlom, vagy akik érdeklődnek a matematika iránt, majd felfedezzük ebben a túrában is a parabolát, aminek elég sok jelentése van, és én most nem arra a tányérra gondolok, amit minden házon lehet látni, legalábbis így faluhelyeken, és az adást veszik, hanem arra a matematikai parabolára, amely gyönyörű, szép egyenletekkel írhatók le, és hát mindenki nézze majd utána, de ezt majd a rejtélyt úgy is föloldom, amikor ismertetem a túra tervet. Néhány szó Helvéciáról, mint a szülőfalunkról, még itten a képeket be tudom vágni. Szóval ez a falu gyakorlatilag egy katasztrófának köszönheti a létét, nevezetesen az 1800-as évek végén nagy filoxéra járvány volt az összes magyarországi történelmi borvidéken. Ez gyakorlatilag kipusztította a szőlőket. Volt egy svájci manus, úgy hívták, hogy Weberede. Na, ez meg kitalálta, hogy itt a homokon, majd azt mutatok is, ez a filoxéra nem terjed. Na, aztán Balaton felvidékről egy csomó szőlőmunkást, mondjuk úgy, hogy telepített ide, vett Kecskeméttől egy jó nagy területet, és innentől származtatjuk Helvéciának az eredetét. És azért is van ilyen különleges neve, mert hogy ugye latinul Svájcot jelent ez a Helvetia, azt hiszem úgy írják szépen latinusan. Na minden esetre innen indulunk, és hát irány a Balaton. Pontosan a Balaton felvidék, ahonnan valahonnan, gyakorlatilag 150 évvel ezelőtt az őseink származtak. Úgyhogy hát még egy nagyon érdekesség, itt az iskolám. Ide jártam általános iskolába. Ha úgy tetszik, egy akkor még falusi általános iskola volt. Most meg becsapunk a pusztába. Ahol most vagyunk, az Köncsög. Nevezetesen ez egy olyan, mondjuk úgy, tanyabirodalom itt a Kiskunságban, amely hát évszázadok óta különböző tanyákon élnek az emberek. Hát főként éltek, mert most már egyre kevésbé, és hát ezek a tanyák jelentették a Köncsögöt. Hát ilyen ehhez hasonló, ez még a jobb állapotúak közé tartozik. De minden esetre majd többet róla kicsit később. Azt azért érdemes megfigyelni, hogy ez nem az a klasszikus alföldi táj, ami kietlen és puszta és sivár. Ez a Kiskunságnak az északi része. Ez nagyon sok erdős, ligetes, kiskertes, tehát ez egy sokkal inkább barátságos, kedves táj, mint mondjuk mint egy alföldi puszta. Beveszitek a Józsit? Bé! Na, hát idáig tartott az aszfaltút.
innentől kezdve jön a homok. Hát, hogy ezt jól tettem-e, hogy erre jöttem, azt még nem tudom. Minden esetre tegnap nagy eső volt, úgyhogy van némi esély, hogy a homokon is tudunk biciklizni. Most ennek a helyzetnek a paradoxona, hogy a sár miatt kellett megállnom. De mindjárt indulunk. Szóval hol is vagyunk? Azon túl, hogy gólyás területen. Szóval ez a Kiskunság Kecskeméttől délre. Jaj, már megint. Ajja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 j
és ez egy magyar nagy táj, egység Magyarországon, nevezetesen hát a Duna-Tisza közén alakult ki, a Duna hordalékából képített homokhátság, olyan 30-40 méterrel van magasabb térszint a Duna fölött. Ebben a homokban nagyon nehéz tekerni, még a vizes is. Szóval így alakult ki. És hát ugye a kunokat telepítették ide a tatárjárás után. És ajaj, emberek, ez nehéz ügy lesz. Szóval a tatárjárásnál tartottunk, utána kulok jöttek erre a környékre. Na mindig van valami. Most meg ez a tocsolya. Ez könnyű volt. Na, szóval, hogy... De hát a török hódoltság alatt teljesen elnéptelenedett a környék, illetve nem. Ez úgy alakult ki, hogy mindenki Kecskeméten, Kiskunfélegyházán, meg Kiskunhalason lakott, ugye ezek a városokat a török békén hagyta, fizettek neki, és onnan jártak ki erre a vidékre, kvázi a tanyákra. És hát nagyon fejlett tanyai kultúra alakult ki. Csak olyan, mint a hegyre mennék fölfele különben, a puha homokba tekerni, és hát az mind a mai napig tartja magát. Rengetegen éltek kint a tanyákon, és ilyen értelemben itt még nemrég hagytuk el az iskolát is, ami gyakorlatilag a tanyasi gyerekeknek a tanulását, tanítását szolgálta. Ugye ez még a Klebersberg időben jött létre. Na, ennyit pofáztam a kiskunságról. Következő állomás Orgomány. De ez nagyon nehéz ezen menni ezen az úton. De hát én tudtam. Egyetlen esélyem, amikor ilyen vizes, különben itt ezzel a biciklivel el nem megyünk. Na, ennyit az okoskodásról. 2007-ig még vasúta is volt a tanyavilágnak, ugye ezek a kis dízelek. Hát ezeket most már beette, ezeket a vasúti pályákat megette a természet. Ott ment a vasút, ez most hihetetlen, de így volt. A pásztorkutyáknak elég betulakodó voltam, úgyhogy meg is kergettek rendesen. Átalakult a táj, megjelent a puszta, az eddigi ligetes, erdős világot fölváltotta, hát a klasszikus magyar puszta. Már között azért jobban lehet látni. Ilyen eddig nem volt, de hát nyilvánvaló, hogy közeledünk a nagy Kiskuntavakhoz, Kolontótól elkezdve minden, és hát ugye ezeknek ez a természetes helyük. Nem csak a táj változott meg, hanem az új minősége is. Kiértünk az Orgoványi főútra. Hát cserébe a jobb minőségű útért megkaptuk a szembeszelet. Orgovány három dologról nevezetes. Egyrésztről talán a legnevezetesebb, hogy elég sok vizes élőhely van a környékén. Ilyen kis tavak, nagy tavak is vannak. Természetvédelmi terület. A második nevezetessége, ez egy hétes hírű nevezetesség, ugye a Fehér Terrornál itt vagy 100x szegény parasztot lőttek a héjások agyon. És a harmadik, ami talán az operatív nevezetességek közé tartozik, hogy itt fogok reggelizni.
Itt a fenyőfa alatt lesz az ismertetése a túratervnek. Nevezetesen, ugye szokásos Magyarország földrajzatlasz, de ebből minket érdekel ez a déli rész. Indulás Kecskemét, alól ugye pontosan Helvéciáról, átkelünk a Kiskunságon, le a Dunához, ugye Kalocsa, le a Duna mentén egész a Gemencie erdőbe, itt az első napnak az éjszakázása. A második nap az szinte a mecsek, nevezetesen Dombok, mecsek, megmásszuk elsősorban is, szeretném megmászni a, hoppá, ott van, a Zengőt, aztán megnézzük, hogy sikerül-e belefoglalni a Tubest, ugye onnan van a legszebb kilátás Pécsre, és valahol, hát itt a mecsek északi lejtőin kellene majd éjszakázni, tehát ez lesz itt a, ez lesz itt a második nap, gyakorlatilag ilyen rövid szakasz, de ez jó hegyes-völgyes lesz. Aztán a harmadik nap Zselic, meg itt a Dombok, hát itt is fogunk bóklászni nagyon sokat, majd a túra, részletes túratervet ott nappal ismertetem, és valószínű, hogy itt Kaposvár környékén fogunk itt szakázni, azaz itt ez lesz a dolog, és a negyedik nap az egy kvázi levezetés Kaposvár környékétől, Dombokon át, fölmegyünk Balatonra, átkelünk a Kompal, és hát igazából Udnától már csak a Balaton felvidékre megyünk, ugye Mentshely nevezetű faluba. Na tehát, ez a túraterv, szépen lehet látni, hogy ez egy ilyen gyönyörű, szép, micsoda, parabola. Egyébként a parabola az egy kúp és egy sík metszéséből alakul ki, és mondjuk geometrilag úgy is definiálható, hogy egy gyújtóponttól és egy a gyújtóponton át nem menő egyenestől egyenlő távolságra lévő pontok halmaza a síkban. Hú, jól emlékeztem én erre? Majd nézzétek már meg, mert ez gyanús nekem, hogy ilyen penge lennék ebből, de valami hasonlónak gondolom. Csak ráfáztam a sompolygásra. Ez nem egy olyan jó dolog. Na mindegy, ez van. Igazából ott volt a tettes. Újra aszfalt, hát 12 kilométert váltottam ki 5 kilométer homokkal, hogy megérte-e, máig nem tudom. Hát nem olyan nagyon változatos a táj, az biztos, bár az összkép nem rossz, úgyhogy nem marad más, mint hogy viccekkel szórakoztassam a nagy érdeműt. Nevezetesen, ismeritek az ősrégi viccet, melyik a legnagyobb selejt? Hát az Alföld, mert az jobbra se lejt, meg balra se lejt. Ami így önmagában nem igaz, mert az indulás óta körülbelül 30 métert csökkent a szintmagasságunk, tehát most 86 méteren vagyunk, szemben a 116-tal. Úgyhogy a Duna felé még az Alföld is lejt. Páhi előtt tipikus családi életkép. Az asszonyok dolgoznak, legalábbis úgy tudjuk, hogy legelnek, hogy legyen szép nagy tejük. Jó nagy hasuk is van. Természetesen az apjuk, a férj, mit csinál? Egész nap döglik. Még jó, hogy nem tévé, mert még azt is nézné szerintem. 2013-ban, talán 2013-ban egy alpoki láva münd nevezetű kis faluba találkoztam Jürgennel, aki éppen Oszlóból Krétába tartott biciklivel, és kérdeztem, hogy hol merre megy, hát azt mondta, hogy hát megy a Balatonra természetesen, azt megnézi, és lejön a pusztába. Néztem nagy szemekkel, hát azt mondja, hogy ez annyira gyönyörű, annyira szép, hogy ilyen sík dolgot nagyon keveset látott életében, egy svájci srác volt különben, csak úgy mondom. És úgy engem azért meglepett, hogy másnak ez a táj, hát ez egy kuriózum. Mert hogy ilyen sík rész valóban Európában kevés van. Úgyhogy becsüljük meg az ilyen szép tanyákat például. Köszöntenek minket Petőfi szülővárosában, ami ezen kívül még
bor és a szőlő városa is. Ez nem tudom hány magyarországi településre van kiírva, hogy a bor és a szőlő városa. Hát szerintem 100-on fölül lehet. Na, minden esetre megérkeztünk Kiskörösre, ahol tényleg sok szőlő van itt a külterületen mindenféleképpen, meg a határba. Úgyhogy itt meg lesz egy kisebb pihenés. Ha szembe jön, akkor megnézzük Petőfi szülő faluját is, vagy szülőházát is. De most nem ez az elsődleges cél, hanem Kalocsán szeretnénk egy kicsit jobban körülnézni. Minden nem fér bele sajnos. Hova szívem, lelkem mindig, mindenhonnan vissza-vissza vágyott, újra láttam végre születésem földjét, a szép Kiskunságot. Mondotta volt Petőfi 1848-ban, és most itt vagyunk Kiskörös főterén. És ez itt a Petőfi szülői háza állítólag. Itt meg azok a műfordítók vannak, akik a különböző nyelvekre lefordították Petőfinek a költeményeit. Kiskörös-Kalocsa gyakorlatilag 30 kilométer, és ez az Alföldön nem olyan egyszerű, mert hogy egy falu nincs közötte, de még egy tanya központ se talán. Na jó, esetleg öreg csehető, jó? Minden esetre ez most a teljesítmény túrázásról szól, mert meg kell nyomni, itt nincs mese, bár lehet nézelődni, de nem sok minden van. És ami még nagyon fontos, hogy kőkemény szembeszél van, amikor nem így a fák között vagyunk, mint például most, akkor azért nagyon lehet érezni, hogy nem egyszerű a helyzet. Na hát remélem, hogy azért lehetett hallani is azok fejtésemet. Tehát most a sportról szól, 20-as átlagot kell nyomni, Alföldön szembeszéllel. Tudjátok, melyik a legrövidebb férfi név? Fél X. Értitek? Fél X. No hát a 20-as átlagnak lőttek, örülünk, ha meg lesz a 15-16. Kegyetlen szembeszél van, viszont nem tűz a nap. Hát nem is tudom, ezt azért így elcseréltem volna látatlanba. Úgyhogy ez van. Büki kocsma. Na és föltűnt a kalocsai székesegyház tornya, oda megyünk. Már éppen azon gondolkoztam, hogy hamburger, pizzát vagy rántott sajtot fogok ebédelni Nagykanizsán, mikor befigyelt ez a defekt. Most jelzővel nem látom el. Na minden esetre következik a szerelés. Úgyhogy a rántott sajt, pizza vagy a hamburger egyelőre még várat magára. Ilyenkor a menetrend a következő, első sorban is van nálam tartalék belső, tehát nem kell a ragasztással vaszkolódni. Másodszorban elsőnek megragasztom a régi gumit, valamint a lyukasat, az addig szárad és vulkanizálódik, fölrakom, és akkor utána már megint van egy rendes belső. Hát most ez így jártunk ezzel. Szóval ez az egész gumiszerelés és cirkusz egy jó fél órát vett igénybe, és keresünk valami jó kis étkezdét. Fagyizó már volt, de valami keményebb eledel kell most nekünk, mert azért dolgoztunk itt rendesen. Szóval azért csak a rántott sajt győzött, az lett a befutó, de ami fontosabb, egy pár mondat Kalocsáról. Ugye Kalocsa gyakorlatilag egy idős a magyar állammal, ugye még István király alapította ide a kalocsai érsekséget az esztergomival együtt. Csak hát ugye a török az gyakorlatilag szétdúlta itt az egész Duna mentét nagyon gyorsan a Mohácsi csata után. És hát utána sokat vesztett Kalocsa a fontosságából. Ma is azért egy
meghatározó városok, nem kéne itt a forgalommal szembe mennem. Szóval valamilyen szinten kulturális szempontból meghatározó város pont az érsekség miatt. És hát sok mindenről híres az Kalocsa, nem tudom ki mit tud összesorolni, de egy biztos, hogy a hímzések, a kalocsai hímzések az egy fontos tényező, a másik meg a erős paprika is azért jelentős tétel, az azért meg a fűszerpaprika, az azért finom. Na itt azért vigyázzunk, kollégina vagy kollega. És akkor lassan meg is érkezünk a székesegyházhoz. Ha jól emlékszem és jól olvastam, ez a barokk székesegyház, ez a negyedik székesegyháza már itt a Kalocsának. Ott szemben az érseki palota van. És akkor itt kibontakozik nekünk a székesegyház. Hát csak így az egy tornya, mert van egy másik is, csak azt nem látjuk, mert pont az egyiket látjuk. Na mindegy, itt most forgalmi helyzet miatt megálltam. Éppen felújítás alatt áll az épület, mondjuk ma majdnem késznek tűnik. Gyönyörű, tényleg szép. És az ottan arra Kalocsának a fő utcája. Itten István királyunk, aki alapította ugye a Kalocsát, ott a 14-18-as háborúnak a hősein az emlékműve. És hát nagyjából most látszik, hogy gőzerővel felújítás zajlik. Hát az is ott érdekes, hogy kerekek nélkül vagy így fölemelve a levegőbe. És ez az érseki kert. Szépen meg van csinálva. Már itt a haját fésülő Cicis néni biztos egy autentikus, mondhatni ősidők óta itt lévő szobor. De ez kellemes, kedves hely. Ez meg Kalocsa fő utcája, vagy ilyen sétáló utcája. Hangulatos. Mögöttünk hagytuk Kalocsát, ezt a kedves kis várost, és új irányokat veszünk, nevezetesen irány a vízi világ, irány a Duna, Dunapart. Euróveló 6-os keresnénk, és azon mennénk egy darabig délre, és utána átmennénk a hídon, mármint a Szent László hídon, és utána jön a Gemenci erdő. Hát ez a ma esti terv. Hát aki még nem unja, az jöjjön velem. Jót pihentünk Kalocsán. Bátyán érdeklődtem a gátnak, meg az odavezető útnak az állapotáról, és a fiatalember egy szóval összegezte, moslék. Úgyhogy most annyi változtatást csináltam, hogy most a főúton kell, hogy menjek. Ez az 51-es főút, hát nem a szívem csücske, de azért még vállalható a forgalom. Ez a nagy tábla itt, mint fűszer. Hát hiába. Kell az erős Pistának az alapanyag. Kétségtelen, hogy a Fajszi templom nagyon szépen kiemelkedik a környező síkból, úgyhogy megyünk is, megnézzük. Meg kenyeret, meg vizet kell venni. Hát ilyen apróságokból is áll ám a túra. Nem tévedés, ez a sárga kapor. Végestelen végig kapor. Nem tudom, minek magnak termelhetik. Na minden esetre megérkeztünk Fajszra. Ez nem a szólő és a bor városa, ez sokkal inkább a paprika városa. Hát, szinte alpok feelingen van, megyünk föl a gátra. Szép lovak, Anna lányom. Ha jött volna velem, akkor láttad volna őket, milyen frankon legelésznek. Meg hát itten a csodálatos, simaságú Euróveló 6-os. Ezen fogunk menni a hídig. Hát remélem, hogy a simasága megmarad. Mindamellett kétségtelen,
hogy a biciklizés a világ felfedezésének a legjobb formája. Kellően gyorsan halad az ember, mégis mindent lát, és hát az, ami nagyon fontos, hogy nagyon közvetlen kapcsolatban van az elemekkel, többek közt a napsütéssel, széllel, esővel, meg mindennel. Közvetlen kapcsolatban van az emberekkel, szóval ez egy jó dolog. Jó dolog biciklizni. Mondom én, Biciklis Józsi. Házi perpatvar a vércséjéknél. Önökre azt hiszem, hogy vércse volt ez. Ezt a mindenit. Nem tudom, láttátok? Mekkora. Á, nem vércse volt, mert a vércse az kismadár. Jó, ez az Eurovelo 6-os. Meg szép, meg minden. Bár én, igazság, én ez nagyon... Szóval én mindenféle helyeket szeretek. Mindenféle dolgokban látom a szépséget. De hogy valaki 100 kilométereket menjen így egy gáton, ahol egy fa nincs, ahogy látjátok. A tája szép, de majd még én is megunom, pedig alföldi gyerek vagyok, én is megunom egy kicsi ideig. Szóval ez az Eurovelo 6-os, ez csak a fanatikusoknak való. Lehet, hogy én is fanatikus vagyok, de azért ennyire nem. A Szent László hídon vagyunk, és lehet látni, milyen jó, eszméletlen jó helyek vannak a Dunán. Ott meg egy tolóhajó kavar fölfele. Ugye arról folyik lefele, tehát az az északi irány. Ez meg a déli irány, arra van baja. És ott van előttünk a célterületünk, nevezetesen a Gemenci erdő. Van még a naplementéig vagy 3-4 óránk, de inkább csak 3. Addig, hát amit lehet, azt megnézünk a Gemenci erdőből, de minden esetre biztos, hogy letekerünk. Egyébként ez a Szent László híd, ugye Szekszárd magasságában van a Dunán, és hát volt egy ilyen terv, hogy valamilyen déli autópálya hídnak a rendszernek a része lesz. Hát a hídat megépítették, és hát mondjuk az M6-ost meg az 51-est átköti, de azon túl olyan nagy jelentősége nincsen. Magyarán nem lett semmi ebből a déli részből, hát déli autópálya részből meg is értem. Hát majdnem 2 kilométer hosszú, és hát nagyon szép itt a Duna. Gyakorlatilag már kiszélesedik, és ilyen szinte, mondjuk ilyen közép jelleget, középfolyami jelleget ölt, rombol és épít, rengeteg. Már is bejöttünk az erdőbe, ugye az ártéri erdő, jó kis út. A cél a Bónifok, nevezetesen ahol a Sió belefog, vagy belemegy a Dunába. És hát ott az egy elég jó néz ki, azt már hajóról is láttam, tehát azt kinéztem magamnak. És jó is, jó helyen is járok, Bónifok üdülővezet, ez a helyünk. Nyaraló övezet ez itt, mindenféle jó dologgal. Hát gondolom, sokszor benézi ide nekik a Duna, de hát ez benne van a pakliba, úgy építkeznek. Most hova kell, hogy kell menni? A fokhoz, magához, a fokhoz, talán itt erre. Remélem nem sok ilyen átemelő lesz, mert azért hát nem szívesen combozok. Ami fontos még, hogy szúnyogból jól állunk, de hoztam ilyen kullancsírtót, vagy ilyen szúnyogírtót, és az azért távol tartja őket. Kenúr túráról emlékezve egy az itteni szúnyog helyzetekre, úgyhogy ez egyértelmű. A Bónifok. Itt letettem a biciklimet, és hát megnézzük, hogy hol folyik bele a Sió a Dunába. Hát itt. Hát itt. Mondhatni, a romantikát egy dolog árnyalja, a mérhetetlen mennyiségű szúnyog. De ez itt azért jó hely.
ugye az a sió része, arról jön, és még folyik is, tehát van vízmozgás, onnan jön a sió, a sárvízzel egyesülve, és hát ez meg már a Nagy Duna, ott meg megy a nagy pecázás. Tiszta sár, úgyhogy itt csobbanás nem itt lesz, ha lesz. Azért jól néz ki. A Duna mindig szép. Szóval nagyon szimpatikus ez a nyaraló a vízparton, meg ilyesmi, csak egy dolgot nem tudok. Mit kezdenek a szúnyogokkal? Mert én úgy láttam, hogy itt gyakorlatilag a vakond kivételével egyetlen élő állat nincs biztonságban a szúnyogokkal. Hemzsegtek. Na mindegy, hát ez van. Nem nekem kell megoldani, nekem biztos nem lesz nyaraló vízparton. Meg máshol se nagyon, mert az, hát ez nagy lekötés. Van nekem kertesházam, épp elég bajom van nekem az. Ez itt a keselyű zsilip, ami gyakorlatilag a Sió csatornát engedi bele a Dunába. Ez egy, hát tulajdonképpen ilyen árvízkapu, hogy a Duna nagy vízállása se menjen föl a Sión, illetve hát ez egy szabályozott vízet biztosít a Siónak a felvíz oldalon, ezt úgy mondják. Na majd most akkor benézünk ide a zsilipbe. Hát egy picikét, amit lehet. De szerencsére át lehet menni, ez nem volt annyira egyértelmű számomra. Na hát itt jön be a víz. Ez itt maga a hajózó zsilip. Ugye ott a felvíz. Onnan beúszikálnak, és akkor beeresztik ebbe a hajót. És akkor a lenti víz szintre eresztik le. Hát most nem nagyon lehetne zsilipelni, mert gyakorlatilag alig van víz. De hát itt azért van némi engedés. Jól látom, és akkor itt meg egy ilyen árvízkapu működik. Itt megy le a víz, itt zubog lefele. Vaj, de jól néz ki. Azért van. Azért csak engedik a vízhozamot valamennyire. Leereszkedtem egy ilyen holtákhoz. Hát itt azért lehet látni, hogy hatalmas vízi élőlény, még vízi világ van. Vagy vízi világ lehet. 60 ilyen holták van. Szóval a Gemenci erdő az egy hatalmas kiterjedésű, 18 000 hektár kiterjedésű ártéri erdő, Európa legnagyobb nem torkolati ártéri erdője, ugye Duna deltánál azért természetesen kisebb. Na, minden esetre ez egy hatalmas erdős terület, rengeteg értékes állattal, többek közt fekete gólyától elkezdve minden van itt. Hát ami nagyon értékes, ez a szarvas és vaddisznó állomány. Ugye gímszarvas a legszebb agancsokkal. Tehát egy nagyon izgalmas és nagyon jó terület. Mi így túrázóként csak itt a gáton tudunk végig menni. Nem is engednek le oda, vagy csak a kijelölt utakon. Fokozottan védett természeti terület. Legjobban bejárni kisvonattal lehet. Szebb részeket pedig kisvasúttal lehet megnézni. Úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom, szerintem jó móka lehet. Hát persze ezek a kisvasutak nem turisztikai célra épültek, de azért lehet látni, hogy igen hangulatos helyen kanyarog. Most már természetesen turistákat szállítanak. Tök érdekes pasi biciklizik ott a lombokon. Én
élmény biciklizés. Micsoda színek. Az erdélyi kollega lelkemre kötötte, csak kizárólag jelzett turista úton szabad jönni-menni. Úgyhogy most ezt tesszük. Szigorúan. És ami szigorú, hogy haladni kell, mert különben, ha nem halad az ember, áldozatul esik. Körülbelül 15 szúnyog lefogja, és 350 meg csípi. Szóval ez a módi errefele. Ez a kisvasútnak egy állomása. Mindenkinek javaslom, hogy tényleg jöjjön el és nézzen körül erre. Egyet tanácsolok, kizárólag tavasszal vagy késő ősszel, amikor nincs szúnyog. De nagyon szép hely. Napi összegzés, így lassan a lemenő nap fényében, pörbő előtt, ahol vaj valami szállást is kell néznünk, valami sátorhelyszerűséget. No, hát élménydús és kicsit fárasztó nap is van mögöttünk. Ez azért is probléma, mert holnap még fárasztóbb és még élménydúsabb nap lesz mögöttünk, de most ezt haladjunk előre. A lényeg az, hogy ma számomra új kedves kiskuntályokat barangoltuk be. Az első, bocsánat, csak ez egy bogár volt, tehát az első rész mondjuk Helvécia és Orgovány között. Aztán a második nagy attrakció az tulajdonképpen Kalocsa volt. Székesegyház, meg ott a környéke, mindenféleképpen kedves kis város volt, és jó volt a rántott sajt. És hát ami még itten fő attrakció volt, ez a gemenci erdős témakör, kiegészítve a bónifokkal. Csak mindenkinek tényleg azt ajánlom, hogy hát a gemenci erdőt ne így nyáron keresse föl. Mert hát most ez az én személyes véleményem, elviselhetetlen mennyiségű a szúnyog, tehát számomra élvezhetetlenné tette az erdei, még a biciklizést is. Na mindegy, de ezen függetlenül szerintem egy gyönyörű táj. Láttam vaddisznót, vízisiklót, még láttam, mi érdekes volt. Na minden esetre rengeteg élménnyel gazdagodtunk, úgyhogy ennyi van mögöttünk. Aztán majd holnap folyt következik, holnap a meccsek lesz a program, úgyhogy mindenki maradjon velünk a Balatoni Parabola biciklivel című sorozat folytatódik, majd még a szállás meg az ilyen adatok azok lesznek. A bucka mögött egy vaddisznó kolleg alapul. Figyelem, itt nagy csörtetés lesz. Ott van, ő kell menni. Nem tudom, látjátok-e. Jó közelítek? Nem tudom. De minden esetre ahonban. Most vett észre. Tram, 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 tram. Hello, gyorsan, 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 gyorsan. Jaj, de aranyos vagyok. Mam, és már be is a bokorba. Zsum. A Baja híd, az egy kettős rendeltetésű híd, tehát vonat is jár rajta, és most jön az egyik vonat, és nem tudom melyik irányból. A vonatosoknak egy szép, kivilágított, orosz gyártmányú uzsgyi. Az esti fényekben mutatom a sátor helyet. Itt a pörbei templomnak a hátsó kertjében fogunk aludni. Fürdés a kerti csapnál lesz, és hát ez lesz most a szállás. A tegnapi auditált, hitelesített adatok. 135 kilométert jöttünk, hát a szintemelkedés az, ha 100 méter fölött lesz, akkor a gátaknak köszönhető, de 124 métert emelkedtünk tegnap, ez a 10-szer fölmentünk a gátra
nem mondjuk 20-szor fölmentünk a gátra, meg ez az amaz. Hát nyilvánvaló tegnap a síkon jöttünk, ma meg pont az ellentétje lesz, ma meg a hegyekben fogunk csalinkázni. Erdő szélén alszik a Józsi már, annyira alszik, hogy nincs is ébren, s csendben szundikál, dikál, dikál.